1991 óta október 1-én az időskorúakat ünnepeljük. Tolnán idén sem feledkezett meg róluk a városvezetése, a lovárdában megtartott zenés meglepetés programmal készültek a település szépkorú polgárainak. Már hosszú évtizedek óta megünnepli a város az időseket, és én azt gondolom, hogy minden nap kéne tenni, mint ahogy a beszédemben is elmondtam. Egy kicsit talán jobban oda kéne figyelni az idősekre, és talán mindenkinek ezt otthon kéne a saját szülei, nagyszülei, dédszülei körében. Nekünk arra van lehetőségünk, hogy azokat a feladatokat, amit egyébként az önkormányzatnak el kell látni, azt eltegyük, tehát működtessünk idősek otthonát, idősek klubját, az otthonukban segítsük az időseket, az étkezésben segítsük őket, és olykor-olykor megünnepeljük őket. Ez az alkalom volt most a mai. Egy nagyon vidám délután sikeredett, két nagyon kiváló énekes sikerült idehívni, és a visszajelzések alapján azt hallottam, hogy nagyon tetszett. Többször énekeltek is a vendégek. Én remélem, hogy a jövőben is lesz alkalmunk arra, hogy a hétköznapokon túl az ünnepnapokon is megálljunk és köszönteni tudjuk őket. A polgármester elmondta, a háború, az infláció, az energiaválság okozta nehézségek ellenére az önkormányzat továbbra is biztosítani fogja az idős ellátást, a szociális és alapvető intézmény fenntartó feladatait. Illetve a helyi nyugdíjas szervezetek kiváló évek óta működő közösségek, ahol a tagok nagyon jól érzik magukat. Aktivitásuk pedig az egész város életére, működésére pozitívan hat. Én azt gondolom, hogy arra számítottunk, hogy egy kicsit könnyebb lesz az életünk. Az elmúlt évek azok azért a Covid miatt nagy-nagy nehézségekkel telt, és arra számítottunk, hogy ez jobb lesz, és most úgy tűnik, hogy nem lett jobb. De mindemellett én mégis azt gondolom, hogy a megbecsülés, a szeretet, a meghitt együtt töltött pillanatok, azok nagyon sokat számítanak, és nagyon sok erőt adnak ahhoz, hogy a nehézségeket le tudjuk küzdeni. Remélem, hogy így lesz.